Az elmúlt hetekben gyakori volt a hirtelen nagy mennyiségű eső a térségben, amely rengeteg kárt okozott. Többek között Tiszalökön, ahol a városháza felső szintje ázott be, kétszer is. A több évtizede épült, lapos tetős épület csapadékvíz elvezető csőrendszere elkorhadt, és a lehullott csapadék özönvízszerűen zódult a felső szint irodáiba és a folyosóra, ahol rengeteg kár keletkezett. Egyrészt ugye a falak, a burkolatok, elektromos vezetékek és nagyon sok informatikai eszköz, ami károsultja volt ennek a sok esőnek. És természetesen nincs más választásunk, ezeket a problémákat meg kell újítani. Most a kárfelmérések alapján 13-4 millió forint környéki az a kár, ami ért bennünket, úgyhogy most azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk. A település fejlődése folyamatos. 402 millió forintos toppos pályázati forrásból a Zöldváros projekt elemeként a kétszintes volt iskola épület átalakult sportlétesítményé. A földszinten több konditerem és egy falabdapálya is helyet kapott. Az emeleti helységeket főleg saját forrásból alakították ki, ezekben a termekben pingpongozni és spinningelni lehet, az egyik szobát pedig táncosoknak alakították ki. Az épületfejlesztés 68 millió forintot tett ki a teljes projekt összegből. A következő nagy beruházás az én szerintem még egy kicsit várat magára. Van elnyert projektünk, és a közbeszerzés előtt állunk. Ez is szintén topos forrásból. Ez az ipari park alapinfrastruktúrájának a fejlesztése. Ha minden igaz, őszre tudunk már eredményt is hirdetni. Nagyon sok időt elvett a rendezési terv módosítása, különböző engedélyek, tervek beszerzése, elkészítése reálisan ez jövő év közepére elkészülhet. A mentőállomás energetikai fejlesztése is aktuális. Nyílászárócsere és hőszigetelés valósul meg hamarosan egy már elnyert pályázatból.